Rangjához mérten izgalmas és küzdelmes mérkőzést hozott a női kézilabda NB2 megyei rangadója, a Kölcsei és a Máté Szalka összecsapása. Mind a két csapat jó formában van az idei szezonban, a találkozó előtt a Kölcsei 3 győzelme mellett egy vereséget szenvedett, míg a tavalyi bajnok Szalkaiak eddig veretlenként vezették a bajnokságot. A vasárnapi mérkőzésen mind a két csapat egyértelmű győzelmi szándékkal lépett pályára. A sikerért kezdetben a Kölcsei tett többet, sikerült jelentősen meglépniük ellenfelüktől, már 7 pont különbséget is mutatott az eredményjelző. A második félidő elején aztán magára talált az éllovas, nagyszerű kapus teljesítmény mellett le is dolgozták hátrányukat. A vezetést azonban nem sikerült megszerezniük a Szalkaiaknak, Hadobás István együttese a második játék rész vége felé mindig egy-két góllal magánál tudta tartani az előnyt. Végül szoros végjátékban a Kölcsei 2 góllal bizonyult jobbnak, és győzött 30-28-ra a Máté Szalka ellen. A hazaiaknál Hadobás István elégedett csapata teljesítményével, örül annak, hogy bár elfáradt a csapata a hajtós meccsen, azonban túl tudtak jutni a hullámvölgyön. Egyrészt tényleg egy nagyon jó hajtós kemény meccs volt, az első félidőben álomszerűen játszottunk, viszont sajnos félidőben megmondtam, hogy ez lesz, hogy kicsit megnyugszunk, kicsit tompul majd a figyelem, ráadásul egy nagyszerű ellenfél ellen játszottunk, nem kell elfelejteni, hogy a tavalyi bajnok és a mostani listavezető, úgyhogy igazán jól kellett játszanunk, viszont nagyon-nagyon örülök, hogy a végén kicsit fordított vesztett állásból is sikerült újra talpra állni, rendezni a sorokat, néhány kis taktikai finomítással, és hát bravúros értékes a győzelem. Vakarcs Krisztina szerint az első félidőben nyújtott teljesítményük nagyban hozzájárult vereségükhöz. Én azt gondolom, hogy az első félidőben túl sok esélyt adtunk az ellenfélnek, nagyon nem voltunk a topon a védekezésben, és nem volt kapus teljesítményünk, és az a 7 gól az nagyon nehéz volt behozni, de sikerült, hál' Istennek, hát néha nem értettem együtt a bírói döntésekkel. A Máté Szalka nem csupán veretlenségét vesztette el, hanem a két elhullajtott pont alatt a tabellán az első helyét is, amelyet így a Lóci vett át. A Kölcsei pedig győzelmével a negyedik, holt versenyben a harmadik helyezettel, illetve egy ponttal lemaradva az egy mérkőzéssel többet játszott Máté Szalkától és Lócitól.